Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem fantasztikusan telik a hétvége. Ebben a vlog videóban szeretném elmondani, hogy milyen terveim vannak a közeljövőben rajzot illetően. Leginkább Star Wars képeket tervezek, de terve vannak véve DC Comics hősök is, illetve egy bizonyos játékszéria, az úgynevezett Ratchet & Clank. Kezdem inkább a Star Wars-szal először. Leginkább Krennic igazgató az, akit terbe vettem, de olyanok is szerepelnek a listán, mint mondjuk Grievous tábornok, aki ugye a klónok háborújának volt egyik meghatározó karaktere. Krennic ugye a Zsiván 1-esben volt az egyik karakter, tulajdonképpen még Darth Maul is. Őt hiába rajzoltam le korábban, azt hiszem pont januárban, január 1-én, azt hiszem valami ilyesmi, majd meg kell néznem pontosan, de az egy teljesen más stílusban volt, mint amiben most szoktam alkotni. Az ő testvére, Savage Opress, szintén terve van véve. Őt is lerajzoltam, azt hiszem tavaly novemberben, bár én nem merek megesküdni. Olyan karakterek is, mondjuk Rey, őt nagyon szívesen látnám, de akár Leia hercegnő, vagy B2-es droid, ugye ők voltak az előzmény trilógiában fontos karakterek, vagy mondjuk Boba Fett, ugye Jango Fettnek csak egy sisakja volt, Boba Fett, őt még nem rajzoltam le, de őt is szívesen látnám a listán, vagy Kylo Ren, őt is nagyon sokan kértétek, és szeretnétek látni, amit teljes mértékben elfogadok, mondjuk Amidala hercegnő, vagy mondjuk Obi-Wan, őt is sokan kértétek, vagy Yoda. Még rengeteg karakter van, Plo Koon mester, Shakti, Ahsoka. Majd kérlek, mondjátok el kommentek formájában, hogy ti legszívesebben melyik Star Wars karaktert látnátok. Vagy ha már DC Comics, én tervezek egy Batman képet is, mert már rengetegszer lerajzoltam a karakternek a logóját, de magát a karaktert nem. Batgirlről még nincs kép, úgyhogy ő is. Superman már van, de Supergirl még nincs, tehát Supergirl még lesz. Harley Quinn, ugye macskanőt mindenképpen szeretném a közeljövőben. Deadshot, Deathstroke már van kettő is, de Deadshot még egy sincsen. Booster Gold, Doomsday, Penguin, The Riddler, ők is nagyon szívesen lerajzolnám. De sokan kértétek már Jokert is, tehát őt is fontorra veszem. Harley Quinn képen még nincs, ha jól emlékszem. Hawkgirl, Hawkman, őket is szívesen látnám a listán. De kérlek, mondjátok el szintén kommentek formájában, hogy ki az, akit szeretnétek látni. Illetve még a Ratchet & Clank előtt, térjünk rá egy kicsit a Marvel-ra. Hawkeye még nincs lerajzolva, ahogy Black Widow se, de őt is le kéne rajzolni egyszer. Vagy akár mondjuk Iceman, ugye ő az X-Men-nek az egyik tagja, vagy mondjuk Mystic, őt is szívesen rajzolnám egyszer. War Machine is le van már a galériámban, de egészen más stílusban, mint ahogy most szoktam dolgozni, úgyhogy őt is le kéne majd hamarosan. Iron Man még nincs, pedig ő is egy meghatározó karakter, vagy Hulk, She-Hulk, mindkettőt nagyon szeretem, mindkettő fontos karakter. Illetve hát a szimbionta ruhás pókember, meg a klasszikus vörös-kék ruhás pókember, őt is szívesen rajzolnám a közeljövőben. Vagy akár Spider-Gwen, újabb karakterek közül. Venom már van, Venom kép már van, nem is olyan rég rajzoltam le. Illetve még Ratchet & Clank előtt Dark Horse karaktereket, illetően The Mask, ugye a maszk. Volt róla egy 90-es években egy mozifilm, amiben Jim Carrey volt a főszereplő. Na, azt nagyon szerettem. Meg ugye volt a Cartoon Network-ön a szériája, a mulatságos rajzfilmje, amit szintén nagyon kedveltem, meg képregényben olvasni is nagyon szeretem őt. Van is jó sok füzet otthon. Összességében őt is. Bőven látok benne egy képet legalább, de lehet, hogy kettőt is. Őt le fogom majd rajzolni mindenképpen. Szeretem a jó nagy kalapját, meg ugye van az a zöld színű maszkja, amit vesz, meg ugye az élénk sárga öltöny, a vörös nyakkendő, nem merek rá, vagy talán lila nyakkendő, nem merek rá megesküdni, de benne is rengeteg lehetőséget látok, illetve hát a Ratchet & Clank, ugye hadd térjek rá egy picit. Tulajdonképpen ez egy olyan sorozat, hasonló, mint a Star Wars, de annál családbarátabb. Leginkább a Pixar, Disney, Star Wars ötvözésének tudnám definiálni. Tehát van benne űrhajók, vannak benne bolygók, amiket meglátogatnak folyamatosan a hősök.
De leginkább egy olyan mulatságos rajzfilmhez hasonlítanám. Tehát a Star Wars az inkább felnőtteknek való, a Ratchet & Clank az ilyen 12 és 7-6 közötti korosztály közé lőném, mert én személyesen nagyon szeretem, de nekem sokat jelent az a sorozat. Nem is olyan rég volt egy mozifilm róla, pont tavaly. Az nekem személy szerint nagyon tetszett. Szerintem fantasztikus volt, teljes mértékben kötődött a játékhoz. A történetében, hangulatában, grafikájában is, és a fontos karakterek is voltak benne. És a Ratchet terén olyan karaktereket tervezek, mint ugye a főhős Ratchet, Clank, ugye a robotja, a legjobb barátja, vagy mondjuk Quark kapitány, őt is szívesen lerajzolnám, vagy mondjuk Dr. Nefarious, őt is szívesen papírra vetném egyszer. Talán még Angela, igen, ő volt a Going Commando epizódban, ő volt a Ratchetnek a segédje. Ő is egy nagyon fontos karakter a történetben. De ellenfelek közül ott vannak ugye a Protopet, a Arctic Leviathan. Rengeteg jó kis hős van ott is. Mondjátok el kommentek formájában, hogy az alábbi sorozatok közül ti kiket látnátok a legszívesebben. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Kérek osszátok meg, kérek lájkoljátok, és találkozunk legközelebb.